tegnap volt a Deja Vu Fesztiválnak az utolsó napja, és az a helyzet, hogy megint elmentünk, és megint úgy alakult, hogy hajnal 2 órára sikerült hazaérni. Az a baj, hogyha éjszaka eljárunk bulizni, akkor a vlog elkészítése általában mindig tolódik, mivel nincs már annyi erőm, nem tudok ébren maradni és megvágni a vlogot még a buli után, úgyhogy ez mindig átkerül a már következő nap reggelére, és ez nem mindig jó, mivel reggel 8-at nem tudom ugyebár tartani, és ez véget volt most egy pár alkalommal, hogy a vlog késett. Amit én igazából annyira nem szeretek, mivel szeretem tartani magamat az időpontokhoz, a határidőkhöz, és az ilyen dolgok megakadályozzák, hogy pontos tudjak lenni. Különben, mint ahogy már korábban említettem, hogy nem is szoktunk ennyire eljárkálni, bulizni, most ez egy nagyon különleges alkalom, hogy most egymás után, szinte egymás követő napokban sikerült így összehozni ezt a bulizás dolgot. A tegnapi videó alá érkezett egy komment, amit most szeretnék megválaszolni. Nem tudom, hogy jól lejtem-e a neved. Fair Jó MC Presents kérdezi, hogy üdv, kérlek, mondd meg nekem, hogy egy olyan kamerára, amelynek neve 3 Cam, gondolom 2000-re lehet-e mikrofont szerelni olcsóbb árkategóriában? A választ előre is köszönöm. Ez a kamera az, ez a fajta kamera. Na most ez egy akciókamera. Most nekem pontosan nincs meg a szóban forgó modell, viszont van egy GoPro-m, amit kölcsönkértem, és ez nagyon is hasonlít, amivel kapcsolatban kérdezel. Tehát igazából ezekre a fajta kamerákra fölösleges a külső mikrofon használata, ezért a gyártó nem is alakított ki erre megfelelő portot. Sajnos el kell keserítselek, nem lehet rá külső mikrofont helyezni. Még egy dolog, amit érdemes talán megemlíteni, hogyha azt szeretnéd, hogy a jó minőségű hangot tudj felvenni a videóthoz. Néha én alkalomattán azt szoktam, csinálni, hogy van nekem iPhone-om van. Nem tudom, hogy az androidosoknál ez hogy működik, de ha van egy olyan fülesed, ami vagy olyan headseted, inkább az a neve, nem füles, amin van ilyen mikrofonocska, ami képes hangot továbbítani a készülékedbe, akkor a telefonodon biztos vagyok benne, hogy van hangrögzítő applikáció gyárilag, ha nem, akkor tudsz letölteni az App Store-ból, vagy mondjuk akinek iPhone-ja van, annak fölösleges letölteni, mert annak gyárilag van. De a Play áruházból, szerintem biztos, hogy tudsz letölteni olyan hangrögzítőt, ami megfelelne erre a célra. És a lényeg az, hogy ezt tudod használni hangrögzítés céljából, és annak elméletileg elég jó kis hangminőségűnek kell, hogy legyen. Igen, ezt kimaradt a mondókámból. Ezt úgy gondoltam, hogy ezt még el kell mondjam, mert lehet, hogy hasznos lesz valakinek. Most viszont megyek egy kört. Ezen a szerkezeten el lehet ám szédülni. Nem ismertem jobban megpörgetni magam. Szevasztok, kutyik! Hello! Kuty! Oda Petibe nézzél csak oda! Ja tényleg, én szereti a kutyákat, mi? Halló! De szép tiszták vagytok! Hárman ülnek az... Nem, én ülök az anyósülésen, meg a két kutyi itt a lábamnál.
kétfejű sárkányok. Gyerekek, nem tudom nálatok milyen az időjárás, de itt nálunk Makon a mai nap extra meleg van. És ez az extra meleg annyira le tudja fárasztani az embert, hogy el se hiszitek, mindjárt így lebukik így az agyam. Állva el tudnék aludni. Mielőtt lezárnám a mai vlogot, még szeretnék megválaszolni egy-két kérdést, amik érkeztek a videók alá. Kezdjük is az első kérdés, 12121 Zolika. Azt kérdezi, hogy... Mit kérdez? Ja igen, hogy mikor lesz már kérdezfelelek, hány éves vagyok? Kérdezfelelek most van, és 33 éves vagyok. Blue Fox kérdezi, hogy nincs-e véletlenül drónom, és hogy tervezek-e venni. Hát véletlenül nincsen drónom, de igen, tervezek. Most adta ki a DJI a legújabb drónját, ha jól emlékszem, akkor Spark a neve. Eddig ez a legkisebb olyan drón, ami említésre lehet méltatni. Nem azokra a mikro, picike kis idétlenség játékszerekre gondolok, hanem olyan drón, amivel lehet minőségi felvétel, légifelvételt készíteni. Egyébként a selfie drónnak is hívják, vagy csúfolják, én nem tudom. Nagyon jó kis drónnak ígérkezik. Ezzel kapcsolatban megnéztem néhány ilyen értékelő videót, hogy mit tud. Elég jónak néz ki. Szeretnék egy ilyet, de szeretnék egy Mavic Pro-t is. Vagy csak egy Mavic Pro-t szeretnék, és másikat csak kipróbálni. Nem tudom, még nem döntöttem el. De igen, szeretnék, már nagyon-nagyon-nagyon kellene egy ilyen kis játékszer. Legutolsó kérdés, Blue Fox-tól szintén. Mi a véleményed a bevándorlókról? És gyerekek, az a helyzet, hogy én személy szerint az életemben nem nagyon vettem ki, vagy veszem ki részemet az ilyen politikai dolgokból, nem is nagyon szeretek politizálni, és nem nagyon vagyok képbe az ilyen politikai dolgokkal sem. Ennek nagyon egyszerű oka van, már pedig az, hogy engem egyáltalán nem érdekel. Most lehet itt elkezdeni vitatkozni ezen, hogy miért nem érdekel, itt laksz te is ebben az országban, rajtad is múlik. Én úgy gondolom, hogy én rajtam igazából semmi nem múlik, ez csak egy ilyen butítás, hogy mi megszavazzuk az embereket, illetve vezetőket. De tényleg abszolút nem szeretnék belemenni az ilyen politikai dolgokba, és ezt úgy gondolom, hogy a migráns kérdés is politikai dolgokból erednek. Tehát én is elítélem az ilyen erőszakoskodásokat, illetve robbantgatásokat, meg az efféle dolgokat. Alapjában véve két ember létezik a világon, a jó és a rossz. Tehát ez a kettő van, és lesz is. Hát gyerekek, ennyi lett volna a mai adás. Az új feliratkozókat köszöntöm a csatornán. Hello! Sziasztok! Ha most látod először a vlogot, akkor mielőtt még feliratkoznál, légy, nézd meg néhány korábbi videót. Van belőlük 168 darab, 168 epizód. És ha még mindig úgy találod, hogy érdekes a vlog, és szeretnéd követni, akkor iratkozz fel a csatornámra, hiszen minden reggel töltök fel egy újabb videót. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, találkozunk holnap. Sziasztok! Úristen, mit rángatózok itt, mint egy idegbeteg. Ja igen, egy nagyon fontos dolog az Apple rajongóknak, az Apple termékek kedvelőinek. Ma kezdődik az Apple-nek az időszakos, minden évben megrendező 4 napos konferenciája, ami a WWDC névre hallgat. Ez ma este, azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor 8 órakor fog megtörténni. De mivel ezt a videót ti másnap látjátok, ezért ez a konferencia, ez az élő adás, ez tegnap volt este 8 órakor, de a linket be fogom linkelni ide a videó alá, és akkor meg tudjátok nézni az egész konferencia anyagát, az egész livestreaminget. Igazából ezen a konferencián be fogják mutatni az új szoftvereket, a Zorára, az Apple TV-re, de a legfontosabb nyilván az iPhone-ra. De az is lehet, hogy új Mac-eket fognak bemutatni ezúttal. Ja, most már tényleg lépek. Csá!